Különleges adó készül a turisztikai szolgáltatók számára. Az erről szóló törvénytervezetet a Szenátus már elfogadta, most a képviselőház döntésére vár. A törvény a kisebb vendéglátókat érinti. Ők lesznek azok, akik nem a nyereség függvényében adóznak majd, hanem például a szobák számának függvényében. A Szenátus nemrégiben fogadta el a törvénytervezetet, amely különleges adót ír elő a turisztikai szolgáltatók számára. Szeretném tisztázni, hogy ez nem egy új adó, hanem az adótörvény, eddig az adótörvénykönyv szerint 16%-os profitadót fizetett minden vállalat. Ennek a törvénynek az értelmében, akik turisztikai szolgáltatásban dolgoznak, gondolok itt a szállodahálózatokra, vendéglőkre, kávézókra, ezeknek egy külön adó lesz, tehát egy másképpen fogják kiszámítani az adót, attól függően, hogy az illető szálloda hány ágyal rendelkezik, vagy az illető vendéglő milyen nagyságú, hány négyzetméter területe van, és starból fogja tudni már az év elején, hogy mennyi adót kell ő az államnak átutaljon. Az elképzelés ismerősen hangzik, hiszen igazából régebbi rendelkezéseket éleszt újra. Bizonyára emlékeznek az átalányadóra, amelyet a Bok kormány vezetett be 2009-ben, és amely bevételtől és nyerességtől függetlenül egységes adóformát rótt ki a vállalkozásokra. És amelynek következtében alig egy év leforgása alatt közel 100 000 cég zárt be. Úgyhogy 2010. októberében kénytelenek voltak visszavonni az átalányadót. Pár évvel később, 2013-ban egy újabb kormány, a Szociálliberális Szövetség újból megkísérelte bevezetni ezt az adótípust. Ezúttal csupán az idegenforgalmi és turisztikai szolgáltatókra alkalmazták volna, és az akkori turisztikai miniszter után Grappini illetéknek becézték. A törvénytervezetet végül tavaly a Szociáldemokrata Párt vállalta fel, azzal érvelve, hogy erősekély a piac, no meg azzal, hogy az egységes adó egyúttal kiszűri a bürokráciát is. Nos, két héttel ezelőtt valójában ezt a törvényt fogadta el a Szenátus. És mivel Bukarestben éppen akkor zajlott az országos turisztikai vásár, megkérdeztük a turisztikai cégek képviselőit, mit szólnak a különleges adóhoz, amely egyébként nem vonatkozik minden egyes szolgáltatóra, csupán csak azokra, amelyek kevesebb, mint 250 alkalmazottat foglalkoztatnak, és kevesebb, mint 5 millió euró az éves forgalmuk. Ezeknek, ha a tervezetet elfogadják, már nem jövedelmük után kell adózniuk, mint jelenleg. Hát ez a 250 alkalmazott és 5 millió eurós forgalom, ez Székelyföld számára ez egy igen-igen magas mérce. Nem is tudom, hogy létezik-e Székelyföldön vállalkozás, tehát idegen forgalomban érintett vállalkozás, amelyik eléri ezt az alkalmazott számot, tehát a 250-et. Viszont ez a profitadós rendszer még mindig jobb, mint egy időszakban működő, ez az úgynevezett forfetáris adó, amikor normatívan adóztak, tehát ha van vendég, ha nincs vendég, egy bizonyos összeget be kellett fizetni az államkasszába. A különleges adó tehát hasonlóan az átalányadóhoz éppen a kisebb vállalkozásokat veszélyeztetheti. Pontosan azért, mert ők forgalomtól és nyereségtől függetlenül szobaszámra vagy négyzetméterre fognak majd adózni. Hallottam én is ezt a kritikát, és nem titkolom, hogy a kollégákkal is tárgyaltunk erről. Szerintem ez az igazság, vagy ez a valóság csak akkor fog kiderülni, ha egy éven vagy két éven belül ezt alkalmazni fogjuk, vagy miután a törvény meg lesz szavazva, hiszen mi csak az első ház voltunk, a képviselőház lesz a döntőház, akkor az illető személyek, az illető tulajdonosok már akkor ki tudják számítani, hogy melyik adózási rendszer volt előnyösebb és lesz előnyösebb számukra. Igen ám, csak hogy amikor a különleges adó törvényerőre emelkedik, már nincs visszaút. Késő és okafogyott lesz majd megállapítani, hogy az újabb kísérlet újabb kisvállalkozókat tüntetett el a piacról.